Hazatért képek címmel nyílt kiállítás az Ady Endre könyvtárban. A tárlaton Mátyási Gábor képzőművész tanár alkotásait ismerhetik meg az érdeklődők. A színes festményeket az elmúlt években külön-külön több városban is bemutatták. Azonban most mind egyszerre tért vissza az alkotóhoz, így jöhetett létre az időszakos kiállítás. Én egy évben elég sok kiállításon szerepelek, és oda általában megy 3-4-5 kép, amiből csak egy-egy jön vissza. És van olyan, ami például az idén Kézdivásárhelyről 7 év után tért haza, és ezek a képek végre egy összetalálkoztak egymással, és ennek apropóján született ez a kiállítás. És annak örülök a legjobban, hogy én is újra együtt láthatom ezt az anyagot, mert nem nagyon volt erre lehetőségem, meg szerintem az itteni közönségnek sem. Mátyási Gábor sajátos technikával készíti az alkotásait. A festéket ugyanis több rétegben alkalmazza, így hoz létre textúrákat a képein. Az alkotó elmondta, hogy nagyon átgondolt technológiai folyamat áll a művészetének hátterében. Inspirációt és iránymutatást azonban főként mesterei adtak számára. A képzőművész a megnyitón arról is beszélt, hogy folyamatosan tanulmányozza a magyar nép jelképrendszerét, és ezek a motívumok gyakran láthatók a képein is. Mátyási Gábornál visszatérő szimbólum a mandala, például a boldog Meszlényi Zoltán hídformáit is így ábrázolta. Az alkotó úgy véli, a kép különlegessége az, hogy távolabbról nézve nem tűnik színesnek a mű, azonban ha valaki közelebb lép hozzá, látható többféle árnyalat is. Elkészült 60-ban az új híd.